támadnak a pollenek, a következő időszakban egyre több helyen emelkedik a parlagfű pollen koncentrációja. Vannak még fennakadások, a július elejei indulása óta már a napi 4 millióra nőtt a visszaváltott palackok száma az ország 3000 automatájánál. Már edzenek, a korábbi edző Adrián Csilinszky irányításával, de átalakult játékos kerettel kezdte el a felkészülést a Fátum Nyíregyháza. Végéhez közeledik az augusztus 20-ai négy napos hosszú hétvége. Országszerte, így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is már az elmúlt pénteken elkezdődtek az ünnepi programok. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Kedden is számos településen várják közösségi programokkal, koncertekkel az ünnepelni vágyókat. Az augusztus 20-ai program sorozatot sok helyen tűzi játékkal zárják. Lassan csúcsához közelít a júliustól októberig tartó allergia szezon, ebben az időszakban is több allergén növény szórja pollenjeit, köztük a parlagfű, amely egyre több embernél okoz allergiás tüneteket. Ilyenkor már csak a tünetek enyhítése javasolt. Az allergia pontos okának kivizsgálását érdemes a szezonon kívüli gyógyszermentes időszakban elvégeztetni. Ez egy allergén teszt sor. Van benne olyan allergénsor, amivel állandóan találkozik a beteg, házipor, háziporatka, kutya, macskaszőr, gombakeverék, amivel a lakáson belül találkozhatunk, és van benne egy olyan sor, ami a pollen sor, abból is a leggyakoribbak. Ez egy standard légúti allergia teszt sor, ezt mindenkinek feltesszük, amennyiben antihisztamint nem szed. A prick-teszt, más néven a bőrpróba vizsgálati módját magyarázza Obbágy Veronika, tüdőgyógyász. A fiolák gyárilag tisztított allergéneket tartalmaznak, ezek az alkarra csepegtetve reakcióba lépnek a szervezettel. Az adott allergénnél megjelenő bőrtünet pedig allergiát jelez. Januártól októberig egymást érik az allergia szezonok. Most többek között a parlagfű pollenek okoznak, egyeseknél akár komoly tüneteket is. A virágpor levegőben mért koncentrációja ugyanis fokozatosan erősödik. A szakemberek azt látják, évről évre nő az allergiások száma. Ráadásul bizonyos allergének szezonja korábban kezdődik. Legfőképpen most a parlagfű az, amiből nagyon magas koncentráció van, pedig ugye inkább augusztus második felében szokott lenni, már 2-3 hete jönnek a betegek panaszokkal, nem csak a szénanáthás panaszokkal, ami ugye a szemviszketés, szemkönnyezés, ordugulás, orviszketés, hanem asztmatikus jellegű panaszokkal is. Köhög, főleg ilyen durva, kínzó, száraz köhögés, sípoló mellkasi légzés, úgyhogy sajnos egyre több a beteg. Gyerekek között is egyre több az allergiás beteg. A szezon idején inkább a tünetek enyhítése javasolt a szakemberek szerint. Enyhe panaszok esetén szemcsepp és természetes összetevőket tartalmazó orrspré vagy orröblítő is hatékony lehet. Erősebb tünetekkel azonban már szakorvoshoz kell fordulni. Az allergia pontos okát érdemes a gyógyszermentes időszakokra időzíteni. A bőrpróbát például antihisztamin szedésekor nem is lehet elvégeztetni. Ha én felteszem a bőrpróbát, az sem lesz pozitív, mert szedem azt a gyógyszert, ami mérsékelje a válaszreakciót. Olyankor, ha mindenképpen tudni szeretnénk, hogy mire allergiás, akkor vérvételt nyugodtan lehet indítványozni, mert a vérből akkor is kimutatható a bizonyos allergén elleni ellenanyag, hogyha szedem a gyógyszert. Csak ehhez az kell, hogy magas szintje legyen az ellenanyagnak. De én mindig azt mondom, hogy inkább várja ki a beteg, még nem szedi az antihisztamint. Antihisztaminból sem mindegy, hogy melyiket, van amelyik nagyon álmosít, van amelyik kevésbé, van amelyiknek van keresztreakciója más gyógyszerrel, van amelyiknek nincs, tehát érdemes az antihisztaminnál is orvoshoz fordulni. Pedig hát ugye a betegeknél az egy jellegzetes statisztika, hogy a szénanáthásoknak körülbelül csak a 20%-a
aszmás, viszont az aszmás betegeknél a 80%-a szénanáthás tünetekkel is rendelkezik. Tehát ehhez meg orvos kell, hogy ezt eldöntse, és kell-e aszmás, enyhe aszmásként is kezelni a beteget. A szakember szerint a panaszokat azzal is enyhíthetjük, ha a számunkra gondot okozó növények virágzásakor a lehető legkevesebb időt tartózkodunk a szabadban, illetve a kültéri programokat inkább délutánra szervezzük. Segíthet a kora reggeli és késő esti szellőztetés, ilyenkor a legalacsonyabb ugyanis a pollen koncentráció. Érdemes gyakrabban hajat és kezet mosni, valamint a napszemüveg viselése is hasznos lehet ilyenkor. A tünetek enyhítése érdekében javasolt még a pollen előrejelzés folyamatos követése, amit külföldre utazás előtt is érdemes megnézni. A széndioxid koncentráció ugrásszerű növekedése gyorsította fel döbbenetes mértékben a klímaváltozást. Erről beszélt a Nyíregyházi Egyetem környezettudományi tanszékének korábbi vezetője. Kis Ferenc 35 perc című műsorunkban hangsúlyozta, az utolsó órában vagyunk a szemléletformálást illetően, így egyre sürgetőbb, hogy lépjenek a politikai vezetők és a gazdasági szereplők. 15 hónap, ennyi telt el 2023 májusa óta. Azóta minden egyes hónapban rekordmeleget regisztráltak, mind Európában, mind Magyarországon. Ráadásul nem csak a hőmérséklet, de a vízhiányos időszakok is újra közelítenek a két évvel ezelőtti rekordaszályos évhez. A klímaváltozást tehát saját bőrünkön tapasztalhatjuk. Kis Ferenc nyugalmazott egyetemi oktató 35 perc című műsorunkban azt mondta, a Föld utóbbi 30-40 évben drasztikusan megemelkedett széndioxid koncentrációját jó részt az emberi tevékenység okozta. Ha visszamenőleg megnézzük, és egyébként a jégbe fogyott buborékokból és izotóp összetételből, a gázelemzéséből lehet tudni, hogyyha visszamegyünk 400 ezer vagy akár 1 millió évet, hogyan változott a széndioxid koncentráció, és ezzel együtt hogyan változott a hőmérséklet. Tehát teljesen egyértelmű, hogy azok együtt mozognak. Az utóbbi 400 ezer évben ez a bizonyos széndioxid koncentráció az soha nem emelkedett 350 milliomod rész fölé. Tudjuk, hogy amikor csúcson volt, milyen magas volt a hőmérséklet, hát most azt mondtam, hogy 420. Tehát ezek együtt mozognak, és ebből az következik, hogy amit a szakemberek is mondtak, hogy az utóbbi 20 évben teljesen egyértelmű, ha megnéznénk azt az ábrát, azt látjuk, hogy a széndioxid koncentráció meredeken emelkedik, ebből az következik, amit megtapasztaltunk, hogy például február plusz 22 Celsius fokkal zártuk Magyarországon. Az áprilisban pedig már 30 volt. Kis Ferenc hozzátette, hatalmas szükség van a szemléletváltásra, ennek azonban túl kell mutatnia a lakosságon. Mint mondta, sokkal inkább elő kell járnia a fenntarthatósági törekvésekben a politikai vezetőknek, a gazdasági szereplőknek és az iparnak. Szintén nagyon fontos szerepe lehet a klímaváltozás lassításában a közlekedésnek, így például az elektromos autók szerepe is felértékelődik. Gyakran éri azonban az a vád a tisztán elektromos járműveket, hogy előállításuk környezetszennyező. Kis Ferenc úgy látja, egyáltalán nem károsabb a gyártás, mint a belső égésű motoros autók esetében. Fenntartásuk ellenben jóval környezet és költségkímélőbb. Van olyan autógyártó, szerencsére nekem is attól az autógyártótól van autóm, ami 1 millió kilométer garanciát ad az akkumulátorra. Az régi dolog már, hogy akkor ezek. És hogy újra lehet-e használni? Hát ha már egyszer ott van a tiszta lítiumom, kobalt, vas vagy bármi alumínium, amit felhasználtak, hát teljesen logikus, hogy újra használom. Hát nem kell bányászni. Tehát tulajdonképpen, amikor ott van az autóban az az akkumulátor, a technológia viszont rendelkezésre áll. Itt az a kérdés, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az oktatás. Tehát, hogy elmondani az embereknek, hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz. Én egyébként azt szoktam mondani az elektromos autóra, ez egy lehetőség. Önmagában nem fogja megoldani a problémát. Itt a mesterséges intelligencia sem fogja önmagában megoldani. Ezt úgy kell tekinteni, hogy egy elektromos, mesterséges intelligencia által vezérelt önvezető autó, amely megújuló energiával, na ez megoldás.
Az éghajlatváltozás mérséklése és megállítása érdekében az Európai Parlament 2021-ben hagyta jóvá a klímavédelmi rendeletet, mely 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, 2050-re pedig klímasemleges kontinenssé tenni Európát. Ez a megállapodás értelmében minden tagállamnak meg kell valósítania a szükséges környezetvédelmi beruházásokat. Jelenleg országszerte közel 3000 automatánál és további 1200 visszaváltópontnál lehet visszaváltani az 50 forintos jelzéssel ellátott betétdíjas palackokat és üvegeket. A rendszer július 1-én élesedett, azóta Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is egyre többen tanulják. Olyan sebessége, hogy az automaták még gyakran meghibásodnak. Jelenleg naponta körülbelül 4 millió palackot visznek vissza a fogyasztók országszerte. Az EU-s cél eléréséhez ennek a számnak el kell érnie a 7,5 milliót. Alig másfél hónapja már csak olyan műanyagpalackot és italos dobozt lehet forgalomba hozni, ami visszaváltható. Minden műanyag, fém és üveg alapú 1 deciliter és 3 liter űrtartalom közé eső egyszerhasználatos palacknál ki kell fizetnünk az 50 forintos betétdíjat. Ezt csak akkor kapjuk vissza, ha az üres palackot bedobjuk a MOHU egyik automatájába. Tömörítetlenül és kupakkal együtt. Emellett gondoskodni kell arról is, hogy a vonalkód olvasható maradjon rajtuk, mert a gép ezt használja az azonosításhoz. Minden 400 négyzetméteresnél nagyobb üzlethelyiségben kötelező az automata, a 200 négyzetméteresnél nagyobb üzletekben pedig ajánlott. A rendszert jelenleg még mindenki tanulja. Azonban számos nemzetközi tapasztalat megerősítette, hogy ez a leghatékonyabb módja annak, hogy az ország elérje az italcsomagolások visszagyűjtésének és újrahasznosításának a kellő arányát, az EU által 2029-re elvárt minimum 90%-ot. A július elejé indulás óta már a napi 4 millióra nőtt a visszaváltott palackok száma, az ország 3000 automatájánál és további 1200 visszaváltó pontjánál. De ez a szám még messze van a céltól. Magyarországon arra lenne szükség, hogy naponta 7-7,5 millió palackot váltsanak vissza a fogyasztók. Ehhez nyilván több váltópontra lenne szükség, a MOHU számításai szerint legalább 5000-re kellene emelni az automaták számát. Híradónk megkeresésére nem válaszolt a cég, azonban a szóvivő az RTL-nek korábban azt nyilatkozta, a sebesség, amilyen sebességgel váltják vissza az emberek, nagyon jó, de egy kicsivel gyorsabb annál, mint amire számítottak. Az Indexnek pedig úgy fogalmaztak, az első hetekben kiderült, számos olyan bolt van, ahol jóval nagyobb a visszaváltások száma, mint ahogy azt előzetesen megbecsülték. A problémákat Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében is többen tapasztalhatták. A legnagyobb közösségi oldalon számos poszt jelent meg a meghibásodott, üzemen kívüli automatákról. Vannak viszont olyan hiányosságok is, amelyeket nem a MOHU-nak, hanem a kiskereskedőknek kell megoldaniuk. Ha például megtelik az automata, azt az adott egység dolgozóinak kell üríteniük, ha pedig kifogy a papír, annak a cseréje is az ő feladatuk. A visszaváltás készpénzben az adott boltban levásárolható kupon formájában jótékony felajánlással vagy bankszámlára utalással történhet. Előfordul az is, hogy valaki nem kapja meg a visszaváltott palackokért járó pénzt. Mint mondják, ez a túlterheltség miatt fordulhat elő. Összesen 319 ilyen bejelentett panaszt tart nyilván a MOHU. Az adatok szerint egyre több betétdíjas italcsomagolást visznek vissza a gyűjtőpontokra a magyarok, de még így is naponta átlagosan 6 millió darab 50 forintos palack végzi a kukákban. Ez naponta 300 millió forintot jelent. Emiatt pedig egyre több palackvadász érkezik a belvárosokba, hogy kifossza a kukákat. A palackok egységnyi díját egyébként az illetékes miniszter egy rendeletben állapítja meg egy évre vonatkozóan. A 2025-ös összeget a tervek szerint 2024. szeptember 15-ig tudhatjuk meg. Aggódó bejelentések sora érkezik a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez arról, hogy a korábban megszokottnál feltűnően kevesebb madarat lehet látni a nyár utolsó hónapjában. A látszólagos madárhiányt azonban nem tömeges pusztulásuk, hanem a viselkedésük természetes változása, a költési időszak befejeződése okozza. Zengnek a madarak énekétől és a csivitelő fiókák hangjától a fák lombjai. Ezeken a korábban készült felvételeken is jól látszik, hogy tavasszal és a nyár első felében mennyivel aktívabbak a madarak a mostani nyárvégi állapothoz képest. Ennek oka, hogy a települési fajok többsége két fészekaljat is nevel egy szezonban, ráadásul, ha jól érzik magukat valahol, nagy valószínűséggel a második költésre is az első közelében kerül sor. De egy augusztus ez az egész lecseng,
a fészket elhagyó fiókák önállóvá váltak, a szülők fellélegeznek, és mind a fiatalok, mind a szülők elhagyják a revírt, a fészkelő helyet. Szétszódnak nagyobb területre, de nagyon gyakran felkeresik a külterületi nádas bokros területeket, és szinte kiürül a táj. Ezért kapunk ilyenkor telefonokat, aggódó e-maileket, hogy jaj, hova tűntek a madarak szinte egyik percre a másikra, mert valóban madarászként is, hogyha az ember odafigyel, akkor szinte teljesen émaság, és ugye ez csak fokozódni fog, mert augusztus 20-án elindulnak a fehér gólyák, és egy héten belül kiürül gólyailag is az ország. De ez csak egy optikai csalódás, ugyanis ha megnézzük a madárállományokat, augusztusban van a legtöbb madár az országban, hiszen már a második költés fiókája is kirepültek. Van egy érdekes táblázatunk így a fiókamentés, madármentés kapcsán, ahol megvizsgáltuk a lakott területen is fészkelő 45 leggyakoribb madárfajnál, hogy középbecslésen milyen számokat kapunk. Tehát ez a 45 madárfaj magyarországi állománya az olyan 20 és 30 millió pár között van, és ezeknek a madaraknak közel 120 millió fiókája lett. Tehát hihetetlen mennyiségben itt vannak ezek a madarak, csak némán csendben, és ehhez persze hozzátesz még a négen az átokverte hőség is. Ilyenkor nagyon kiszáradnak a települési gyepek, bokrosok, és a madarak még inkább elmennek a külterületekre, patakvölgyekbe, folyók, tavak mellé, ahol jóval több a táplálék. Illetve ilyenkor érik be a bodzabogyó is, amit a vonuló madarak előszeretettel fogyasztanak, felkészülve a vándorlásra. Orbán Zoltán szerint ahhoz képest, amilyen mértékben már megmutatkoznak a klímaváltozás hatásai, a madarak viselkedésében szinte nem érzékelhető változás. Bár vannak már erre utaló jelek. A szeptember az augusztus 2-nek felel meg. Ez például a fecskék számára kedvező helyzetet teremt ahhoz, hogy második költés pótköltését megcsinálják, vagy akár egy harmadik költést is bevállaljanak egészen, akár október közepe végéig is egyes fecskepárok költhetnek, de alapvetően a madaraink többsége ragaszkodik a beprogramozott viselkedéshez, alapvetően elindultak, ugye ilyenkor már jócskán zajlik az őszi vonulás, a hímkakukkok már, az első hímkakukkok már júliusban elértek Afrikába, most már a tojók jelentős része is ott van, a sarlós fecskék eltűntek, elvonultak a fiókáikkal együtt, már nagyon mozgolódnak a gyurgyalagok, ahogy említettem az előbb, augusztus 20-a plusz-minusz 2-3 nappal el szoktak indulni a fehér gólyák. A fecskéink pedig egy hónappal később, általában szeptember 20-a körül csatlakoznak a gólyákhoz. Ilyenkor valóban kiüresedik az ország, hogy szűk két hónapon belül az Eurázsia északi térségeiből és a hegyvidékekről érkező átvonulókkal és a nálunk telelőkkel ismét növekedjen a faj és egyedszám. Átalakult játékos kerettel, de a korábbi edző Adrián Csirinszki irányításával kezdte el a felkészülést a Fátum Nyíregyháza. 4 külföldi röplabdázó mellett 9 magyar játékos alkotja majd a keretet. A Nemzetközi Fátum Kupát szeptember közepén rendezi majd meg a klub, az Extraliga pedig októberben rajtol. Nem volt teljes a nyíregyháziak kerete a szezon indító sajtótájékoztatón, de a hiányzók igazoltan voltak távol. Tóth Fruzsina, László Alexandra és Kump Aliz a válogatottal készül, a kanadai, Natasha Kalkins pedig még nem érkezett meg a tengeren túlról. Utóbbi kettő mellett a Békés Csabáról visszatérő Pintér Andrea, a lengyel Paulina Zaborowska és a szerb Maria Skoris számít új szerzeménynek. Mellettük több tehetséges, saját nevelési fiatal is tagja a 13-as keretnek. Pintér Andrea számára nem ismeretlen Adrián Csirinszki vezetőedző munkamódszere. A klub megkeresett, és jó volt ugye ott Békés Csabán is, de azért szerettem itt lenni Nyíregyházán is, úgyhogy nem volt újdonság számomra, illetve a párom miatt is egy ilyen közös döntés született, hogy akkor visszajövök Nyíregyházára. Adrián ugye a válogatottba másodedzőként ismertem meg. Szerintem egy nagyon fiatal edző körébe tartozik, de úgy gondolom, hogy sok tapasztalattal rendelkezik, amit tudunk itt hasznosítani ugye a magyar bajnokságba. A keret ugye fiatal, de én úgy gondolom, hogy nagyon motiváltak, és ez lehet ugye az erősségünk is.
Rutinjánál fogva Pintér Andreára vezérszerep hárul majd az öltözőben és a pályán egyaránt. A válogatott center készen áll a feladatra. Nyilván, ahol tudok, segítem a többieket, ugye a fiatalokat is, Adrián is ezt kérte, hogy próbáljam egy kicsit biztatni őket, illetve hogyha esetleg bármi kérdésük van, akkor forduljanak nyugodtan hozzám, természetesen állok rendelkezésükre. Nyilván én is szeretem azért a fiatalokat spanolni, de azért ehhez ők is kellenek majd. Az Extraligában 8 csapat indul, kieső nem lesz. 9-ként ott lesz a mezőnyben az U19-es válogatott, de az ő eredményük nem számít bele a bajnoki sorrendbe. A nyíregyháziak a dobogót célozzák meg, csak úgy, mint a Magyar Kupában. Kitűztünk ugye most célokat a sajtótájékoztatón is, a stáb is. Nyilván a 4 között szeretnénk bennmaradni, ehhez azért sok munka kell. A magam célja igazából a legjobbat nyújtani, mindenből kihozni ugye a maximumot. Nyilván nem szeretném lejjebb adni, mint a tavalyi szezont, úgyhogy meglátjuk majd. A nyíregyháziak 9 edzőmeccset játszanak a felkészülési időszakban. A Nemzetközi Fátun Kupát szeptember közepén rendezi meg a klub, majd egy romániai tornán is részt vesz a csapat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Hamarabb kezdődött és egyre több embert érint a parlagfű szezon. A növény virágporának levegőben mért koncentrációja a következő időszakban egyre több helyen emelkedik. Enyhe panaszoknál hatékony lehet az orrspré vagy szemcsepp, erősebb tünetekkel azonban már javasolt szakorvoshoz fordulni. Július elején elérte a 10 milliót a palack visszaváltások száma a Mohu Repont rendszerében. Az automaták minden 400 négyzetméterrel nagyobb üzlethelyiségben elérhetőek, igaz néha vannak még fennakadások a működést illetően. Jelenleg országszerte közel 3000 ponton lehet visszaváltani a palackokat és üvegeket. A korábbi edző Adrián Csilinszky irányításával, de átalakult játékos kerettel kezdte el a felkészülést a Fátum Nyíregyháza. A 9 magyar röplabdázó mellett 4 külföldi játékos alkotja majd a keretet. A Nemzetközi Fátum Kupát szeptember közepén rendezi majd meg a klub, a bajnokság pedig októberben rajtol. Augusztus 19-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap, azaz augusztus 20-án pedig ünnepi híradóval várjuk majd önöket. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Kedden sok napsütés várható, gomoly, illetve fátyol felhőkkel, szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyütt megerősödik, zivatarban viharos lökések is lehetnek. A hőmérséklet hajnalban 16 és 24, délután 28 és 32 fok között valószínű.